Nem megy fel a lábamra. Na, sziasztok! Bejelentkezünk innen a liftba. Körbe mutogatom, itt a tanár úr is. Itt vannak a Dávid atya is, csak a silécek kitakarják. Köszönjetek, köszönjetek! Vegyünk fel! Üresek a pályák. Tűző napsütés. Ma nagyon sokat fogunk síelni. Reméljük. Hétfő van, kevés ember. Minusz 10 fok van. Szóval reménykedünk a legjobbakba. Várom még oda vissza, hogy fogok. Az új nagy ötlet. Az nagy ott vannak. Megcsinálták a pályát, de én most megint buszkáztam. Okay. De már megint kicsit az volt, szerintem. Jó, de hát tegnap milyen volt? Nem volt részes. Hát ha így... Tegnaphoz képest jó volt. Kicsit dobál, de most. Jaj. Cici, ez megy neked rendesen, ugye ez a rész? Itt ez a rossz rész. Ez az egy. Utána már jó. Ez egy higgy. Utána már csak siklás lesz. Itt nem volt jó, amikor nem estem volna. Nem volt jó? Amikor elestél volna? Nem volt olyan, amikor nem esett el. De mindig elestél? Nem van. Most nem fogsz, mert most jó a pálya. De ezt egy párhuzamos létszel, hogy csinálják? Lendület kell hozzá. Igen. Vagy holnap eljössz velem. És akkor csináljuk, jó? Jó. Most a délután azt akarom, hogy a délelőtt a Gigler egyedül le tudna itt kényelmesen jönni, akkor itt hagynánk. Dávid atya, Dávid atya. És akkor még délután elmennénk együtt. Jó. Jönne ő is, Selmeci is, te is. És akkor rávezetnélek ezekre a izékre. Jó. Mert ez most már nem bonyolult amúgy. Itt annyi a lényege, hogy le kell menni, legugolsz. És hogy jössz föl, akkor ugye a súlypont elmegy. Hogy jössz föl, nyomjuk el ki a segi, a sarkát. Tehát nézd meg. Így jössz. Jó, aha. Marci, már mehetsz is, indulhatsz is el, jó? Mehetünk? Megvárom őket. Ja, még a csavasába is. Marci, menj is. Gyere, Marci, menjünk. Próbálj már egy kanyart rá, izénünk. Aha. Meg kell melegedni. Jó. Meg kell vele ezt a kamut. Még a felvezető. Na, gyere Marci! Nem, mi baj? Csak hogy menj, indulj el, hogy csúszál óvatosan le, ahogy szoktál. Na gyere! De miért nem csúszol? Nem. Nem mentél bele abban a rohadt izébe, úgyhogy. Na, hogy van ez? Mert akartam menni videóra, és akkor most itt kuzsézz. Hát lesz minket. Na, mehetünk szépen a Marci, a Dram, ne gyere már rám, haló! Csúsz előre, csúsz előre! Csúsz előre! Na, mehetünk? Marci, fordulj rá! Marci! Marci! Fordulj rá! Dávid atya? Hogy? Még nem? Hogy még nem menjen annyira előre, mert ide lendület kell majd. Jó. Hogy át tudjunk menni, mert itt van egy kis emelkedő majd szomba. Szóval csak menjünk ide a szélére.
Már még a többieknek... Most híveket fogjál, akkor ez, csak ha sokan jönnek, ne induljunk el. Addig mond valamit a vlogba, Dávid atya? Tessék? A vlogba mond valamit? A videóba? Nem, most nem tudok, mondani ért. Mindegy, akkor. Azt érdem, hogy hol vannak, hol a kettő. Ott vannak. Ott az a kettő, aki úgy a oszlop alatt áll nagyjából. Ja, a világot fehér. Tökötek ott. Ja, a Sámeci ott van a, innen a második oszloptól. Az ott biztos ő. Igen, látom, igen. Hoppá. Leoldott a léc, nagyon ezére van kötve. Hát gyengére. Amit szerintem ezek is kezdők lehetnek, akik itt... Többet voltak lenne az alsó pályán. Ja. Itt egyből a mély víz van. Pál György tanár úrnak. Rögtön carvingolni tanítják, tehát nem ez a hol kell ereznek, húz meg ereznek, hanem látod, hogy a párhuzamos kőszerben. Jaj, jaj. És nem a fóek érdek, hanem ahogy így jobbra, balra, ez a carvingolás, és ez, ez lényegesen könnyebb, nem terheli meg a térdet, meg a bokát. Nem most itt Erdélyen megyünk be. De ezen a pályán csak az az egy szó. Fúvekével meg lehet. Lejött egyedül össze. Úgy györt a lábam. Esés nélkül. Én is lejöttem egyedül haló. Nem így voltál? Ne. Hát most is Én is lejöttem egyedül haló. Jó, de tényleg elvált. Lágyunk szegény tegnap előttől. Lesétált, másodikra egy lelépkedett, így volt. Most meg már kanyarodban jöttél le, Dávid. Na, megyünk? Tegnap. Én nem... Tegnap még a Dávidka azon a meredeken először seggen csúszott, ha én vittem le a lécet. Jó, jó. Jó jött. Igen, köszönöm. Marci is, most már... Az a lényeg, hogy nem... Figyelj, egy picit a majrérótot hagyd otthon már. Figyelj csak, annyi van, hogy ilyen nagy íveket fogjál. Figyelj, ilyen nagy íveket rajzoljál. Tehát ne rögtön erezd neki a hegynek, mert rögtön fékezni. Tehát pályát így hosszába sielzsék. Azért van szét, azért, hogy bementünk tegnap arra a szűk keskeny szarra, azt nem bírtuk megcsinálni az íveket. Itt van mindenki? Aha, vagyunk. Mehetünk szóval. Mehetünk, de megyünk itt az erdőbe. Jó. Tehát itt jobbra. Csinálom. Jó.
tudom, hogy az megállunk mindenki, gyerünk tovább. Most már élvezetes is. Hogy? Most már élvezetes is. Ez élvezet. Lát, mi van? A Gigler elment arra? Ez teljesen hülye. Ott megy, nem? De miért? Nem tudom, miért ment el arra. Mindegy, hazafelel. Hát jó, hát akkor... De nem, hát ő ment a Pegibe. De itt a Pegi. Itt a Pegi. Itt a Pegi. Ott, fönn. Azt én tudom, de biztos, hogy lemenne, mert meg ott. Ott megy. Mert most már nem megyed, de... Látom? Jó, megyünk, bejön Bóga! Jó, gyertek, nem, itt megyünk le! Nem megyünk! Itt kezdtük! Aha! Emlékeztek rá? Itt a kezdtük! Régi szép emlékek! De hát ez már nekünk csak egy ilyen izé, szórakozás!
Majd leveszed a lécet, vagy óvatosan is látod. De hogy veszem le a lécet? Hogy? Nem veszem le a lécet. Nagyon óvatosan, jó? Kicsit belementem, van baj. De jó van. És egy kis összeállás. Ez volt a megérkezés. Tökéletes megérkezés. Sziasztok srácok, megérkeztünk Szarajevóba. Itt vagyunk. Kicsit körbe mutogatok? Aha. Annyira látszik ez a tipikus Szarajevó. Tipikus Szarajevó látszik. Azt mondom, hogy megérkeztünk. Még majd körbe mutogatom itt a első világháborús cuccot. Ugye, ahol megerényelték a Ferencvár néhányzat, azt hiszem. Szóval, ja. Ott egy meccset a főmutatók, már azért ritka. Itt annyira nem ritka, de... De itt van, ez valami nagyon fontos hely lehet. Már tele van sorompóval. Na itt jött volna el az öreg, de... Hát lepuffantották sajnos. Hát itt... Innen merényelték meg. Itt megyünk, nagyon haladunk. Második János Pál pápa szobra felé, mert ennyire becsüljük őt. Na, majd még jelentkezünk. Na, itt vagyunk, még mindig Szarajevó, Atanász testvér itt beköszön. Sziasztok! Mondd egy véleményt, vagy egy gyinte, nem tudom, meséljen valami testvér. Óriási. Itt vagyunk Szarajevóba, Bosznia-Hercegovina fővárosába. Körülbelül 400 ezeren lakják, agglomerációval együtt. Megnéztük az első világháború kirobbanásának a helyszínét. Megyünk tiszteletünket tenni Szent II. János Pál pápa szobránál. Így aztán a óvárosban egy kicsit boklászunk, megnézzük, hogy mik vannak a bazársoron, jó érezzük magunkat. Mit vár a testére legjobban? Itt Szarajevóban. Legjobban mit szeretne megnézni? Egy jó kebab csicsát. De szeretne lenni? Majd Luka Doncsics mez még ez. Jó, reméljük sikerül. Szurkoljunk a testvérnek. Köszönöm. Na. Még menjünk a szoborhoz. Na itt is jön, meg is érkeztünk. Ott is van. Szobrunk. De a csáva is úgy voltál. Nagyon szép a hely. Ja, itt meg kicsit karácsonyoznak, de teljesen vállalható szerintem. Na itt van, bejöttünk, itt a tutiba behoztak minket. Töké. Könyörgöm srácok, donételjetek, egy ilyen perzsa szűnyeget tudjak vinni haza a családomnak. Könyörgöm, donételjetek. Na még egyszer itt vagyunk, kicsit más szemszögből is, ugye hát ott történt a merénylet. Feljött, látjátok. Ja, hát igazából ennyi. Ennyi, amit még így érdemes talán megmutatni. Itt van ez a folyó, aminek igazából nem tudom mi a neve. És ja, hát ennyit tud. De amúgy szép kis rész ez.